Szinte az avasi lakótelepel egyidősek azok az utcanévtáblák, amiket a napokban újakra cserélnek a városrész 1-es, 2-es és 3-as ütemében. Az Avas három önkormányzati képviselője fogott össze a beruházás megvalósításához, amit közösen a Városgazda segítségével finanszíroznak. A fejlesztés nem csak esztétikai célokat szolgál, általa például a mentősök is könnyebben tudnak tájékozódni a jövőben. A táblák cseréje ma indult el, és várhatóan holnap fejeződik be. A Lessig-Andor utcai régi táblák a teherautón, és már a klapkán is kikerültek az újak. Megállás nélkül dolgoztak a Városgazda munkatársai az Avason, ahol több tucat utcanévtáblát cseréltek ki. A munka ma reggel a 3-as ütemben indult. Megérkezett az összes utcanévtábla, de azt jelenti, hogy a Patancsis utca, tehát a 3-as ütem tetejéről kezdtük el, és jövünk lefelé végig a 2-es és ütemben, folytatódik lefelé, tehát végig a Szent Györgyön, illetve itt a Klapkán is az utcanévtábláknak a cseréje. A Hajós Alfréd utcán is a földre került a régi, csak nem 40 éves, rozsdás és megkopott utcatábla. A fejlesztés a körzet három képviselőjének összefogásával valósul meg. Azt tettük, hogy a másik két képviselőtársammal, a Szilágyi Szabolcs és a Szarka Dénessel, megbeszéltük, hogy az Avason egységesen lesznek ezek a névtáblák kihelyezve. A mai napon elkezdődött ezeknek a tábláknak a kihelyezése. Bízunk benne, hogy ez megint 30-40 évet ki fog bírni. Erre minden esély megvan. Az új táblák ugyanis a rozsdásodásra a korábbiaknál még kevésbé hajlamosak. És amellett, hogy szebbek a régieknél, a beruházás egyéb fontos célokat is szolgál. Ez ugye nem csak a lakosságnak a tájékozódása szempontjából fontos, hanem azért is, hogyha mentőautó, tűzoltóautó érkezik a helyszínre, akkor ők gyakran ezek alapján, a táblák alapján tudnak tájékozódni. Az ő munkájukat is megkönnyíti az, hogy ki lesznek cserélve és jól olvashatóak lesznek ezek a táblák. A csak nem 500 új utcatábla közös finanszírozással a terület önkormányzati képviselőinek és a Városgazdának az összefogásával készült el.